továbbra sincsenek olyan hosszú kábeleim, hogy elérjem a konyháig. Ennyi. Ennyi történt. Szervusztok! Oh, hiba üzenet a Windowsban. Quit. Szervusztok, drágáim! Ez itt a... Hoppa. Ez itt a Fun with Geeks. Engem hívhatok Dávcinak. Micsoda? Nem hallotok? Van hang. Pivot! Pivot! Én hallok. Jó, 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 akkor nálad van a probléma, fiú, nálad van a probléma. Mert ha valaki hall, és valaki nem, akkor nálatok van a probléma. Szervusztok, életeim! Az április bolonnyai. Ez a mai nap. Ez a mai streamnek a címe. És mondhatjátok, hogy szar, de szerinted hibátlan. Szerinted is hibátlan? Júlcsi szerint is hibátlan, de Júlcsi most egy kicsit elfogult, mert neki csinálok vacsorát, meg magamnak. Na már most, egy bolonyai spagettit fogunk csinálni, úgy, ahogy én szeretem. És ahogy nagy valószínűséggel Júlcsi is fogja szeretni. Júlcsinak egyébként ilyen szárított szója ízéval, szója granulátummal fogjuk csinálni, úgyhogy kettőt fogtok látni ebből. Na, ez meg az új konyha! Nagyon szexi! Kis terrakotta. Most a legszebb részét nem látjátok, mert ott van a kamera, és ha megmozdítom, akkor szétesik az egész technika. De higgyétek el, hogy nagyon szép lett. De egyébként majd Júlcsi videójában elég részletesen meg tudjátok majd nézni. Meg azt hiszem, hogy a legutóbbi Pod of the Morning-ban, ami kim van a csatornán, ott mutattam képeket is, úgyhogy ott is meg tudjátok nézni. Na! Ez szója granulátum, ezt igazából csak fel kell forralni vizet, beleölteni ennyit, a maradéka megjöhet ide, és ebből ilyen, hát baszki, nagyon nehéz leírni. Kicsit olyan lesz, mint a darált hús. Ebből csináltam a múltkor, takót, és ez kurva jó lett. Az bizony, korva jó lett. Úgyhogy ennek áznia kell egy kevés időt, azt meg tudja tenni itt. Addig mi pedig fel fogjuk szeletelni a hagymát, és megpucoljuk a fokhagymát, és beleverjük egy tálba, amiben el fog majd készülni a mi kis alapunk. Mert hogy a hagymán fogjuk megsütni ezt a kis marhahúst, és utána fellocsoljuk paradicsommal. Fűszerezzük, csinálunk hozzá egy tétát, és valójában készen vagyunk. Tehát ez nem a világ legbonyolultabb dolga. Ja, meg Júlcsi Instáján van kint kép, az egyik admin. Direkt olyan a festék, hogy megfojt. Hol? Gyönyörű a festék mindenhol. Hagyjál. Elterült, egész szépen elterült. Az első rétegben nem voltunk teljesen biztosak, azt megmondom, de aztán a terrakottát nem a zenészek használják, bont neki, bont a fiúnak. Most egy kicsit kinyitom az ablakot, mert nagyon meleg van itt. Szép délután, Zozó, szervusztok! Na, álljunk neki külön, mert sose lesz ennek vacsora, vagy ebéd, vagy mi ez. Ez egyen jobb. Megpucoljuk a hagymát, megpucoljuk a fokhagymát, és ezen az alapon fogjuk majd megsütni a húsit is, meg azt a dolgot is. Úgyhogy szeletelés. Kétféle lesz, mert én marhahússa leszem, Júlcsi pedig szója üzével. Szója valami. Ott van Júlcsi Instája, meg tudjátok nézni. Egyébként is érdemes követni, mert ő aztán olyan műgonddal csinálja a gyerekek, hogy az enyémben meg azt hiszem 3 hónapja nem volt poszt. De azt is érdemes követni, mert lehet, hogy lesz. Komposztálunk, mint egy gépsas. Mi van? Az a gázcső nem ereszte. Miért eresztene? Ne hülyéskedjetek.
szarviccek. A szarfos viccek. Az hogy nektek van zenétek, nekem meg nincsen. Nekem is kéne zene. Nagyon ritkán főzök zene nélkül. Múltkor Gyulcsival, amikor csináltuk itt a takót, akkor az esküvői playlistünkre táncolva és énekelve főzőcskésztünk. Nagyon idilli volt. Kicsit olyan volt, mintha karanténban lennénk 3 hete. Jaj! Jaj! Hagyma! Ez esküszöm nem a politikai helyzet miatt sírok. Azért belül sírok csak. Zene nélkül mit érek én? Egy Máté Péter mit érsz? Úgy szeretem Máté Pétert. És aki még szereti, az Szaja. Képzeljétek. Mimi. Mimike szereti. És nagyon durvát énekelt az egyik legjobb számában. Mindenhol ott van a hajam. Énekeljetek nekem, az a minimum. A fosságok helyett például, nyufi, az éneket jobban értékelem. Láttam Szaja új klipjét, nagyon durva, kurva jó lett, nagyon-nagyon jó zenéket csinál. Kell ennyi hagyma? Hülye kérdés, hogy ne kéne. Múltkor berédeltem, szeret az ott a folyton őt nézett hallgatom, szóval nagyon szívesen, nagyon szívesen. Szaja az egyik legtehetségesebb, sőt, szerintem a legtehetségesebb magyar streamer. Egy élmény hallgatni őt. Nála lógok, amikor streamel, hát így kell. Nekem a háttérben mindig szokott menni. Meg ő most már játszik is, az a durva. Múltkor oda kapcsoltam, mondom, ó, nagyon jó kis zene, pont a vágásra tökéletes lesz, és erre Apexozott. Szép lett a konyhakáról? Nagyon szépen, köszönjük. Sokat dolgoztunk vele. És most a konyha az csak az első lépése volt ennek az egésznek. Most megcsináltuk a kertet, mármint hogy a teraszt, nyilván nem az egész kertet sajnos, de hamarosan folytatni fogjuk a kertet. Hogyha egy kicsit szebb idő lesz, mert azért majdben én még nem ásnék kint, mert kurva hideg a szél. De hogyha a hétvégére fasza idő lesz, mi a neve? Kevertettük egyébként, de azt hiszem, hogy Gaspacho néven fut. Gaspacho. De valójában terrakottát szerettünk volna, és ez volt a legközelebb hozzá. Itt állalátok, nézegettük azok a színmintákat, mert nyilván elég raknak egy ilyen lapot, hogy mi az, amit szeretnél. Van rajta 2500 szín, nyilván számomra inkább 4, de Jócs nyilván megkülönböztette az összeset, mert mindegyik más, így néz ki egy rétegben, így néz ki két rétegben. Sok az a hagyma? Lehet, hogy sok az a hagyma. Nincs olyan, hogy sok hagyma. Jolonai spagetti. Mi a kedvenc ételetek, gyerekek? Meséljétek el nekem. Meg adjatok ötleteket, hogy miket főzzünk majd még. Mi az, amit meg szeretnétek tanulni? De először kezdjük azzal, hogy mi a kedvenc. Rakott krumpli? Túrófánk a rossz helyen kopogta cél és egy komán, mert túrófánkot apa nem ehet. Nincs jó állapotban. Nem volt a boltban fokhagyma. Az megvan. Ó, te már nem vagy jól. Te majd ködbe várlak. Nem dobunk ki semmit, gyerekek, hát apokalipszis van, ne üléskedjetek. Mind meghalunk. Sajtos tejfölös tészta, bőrös vízsli.
Zozó arról tudtunk, hogy neked a bőrös virsli az egyik kedvenc nyom-nyom. Szembe jön és te meg így... Oh! Te használhatatlan vagy. Úgy négy gerezdre azért szükség lenne, úgyhogy... alsó hangon. Úgy hallottam, hogy a zöldet már nem lehet megenni. Ja, jó. Nem nagyon szép, de foghagyma. Lehet, hogy megtudjuk egy kis granulátummal. Amit ananásszal kell készíteni, az nálad mind kedvenc. De hát ananásszal nem kell készíteni semmit. Mink az ananászos csirke az nem annyira rossz. Csak az a baj, hogy az ananásznak egyféle íze van, és onnantól kezdve, amiben ananász van, annak ananász íze lesz. Legfeljebb az állagát tudod megváltoztatni valamennyire, de hogy nagyjából ez az, amit csinálsz. Jaj! Na gyerekek, nem akartam itt ennyire elérzékenyülni előttetek, de hát nem tudok mit csinálni. Ez van. Jó, megható, hogy itt vagytok. Együtt főzhetünk minden kedden, ami most itt szerda. Van gecik dolog a fokhagyma pucolásnál? Biztos. Szia, nyusza! Mi a helyzet? Mizus, streamelsz? Vagy streameltél? Nagyon igyekszem felnézni és nem lemaradni semmilyen napiról, de tudjátok, hogy milyen ez. Nagyon messze vagyok, messze van tőlem a kamerának, még egyet. Szép van rohadva. Na még egy nem rohadtat, na! Bizony, az ignore parancsunkat nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, akinek nem veszem észre a kommentjét, mert valójában azt gondolom, amit az ignore parancs kimond. Ti el vagytok rohadva, srácok, úgyhogy figyeljetek velem. Ide. Na, haladtunk előre valamennyit. Ennek még adni kell egy pár percet. De addig kibontogatom ezeket. Mai kaja, hogy majd kis bolonyaival? Én gyerekek nagyrészt anyámtól tanultam főzni, és anyánál minden étel úgy indult, hogy repülítok egy kis salonnál, rárakunk egy 5-6 fej hagymát, és aztán utána majd lesz belőle valami. És én ezzel a mentalitással mentem neki ennek a konyha dolognak. Úgyhogy akármikor valami ilyesmit csinálok, mint pedig bolonyai, soha, százszor csináltam már, de soha nem lesz annyira kibaszott jó, mint amilyet anyám csinál. Mert a mama főztje. A mama főztjénél nincsen faszán. Emlékszem gyerekként folyamatosan, én nagyon sokat lebzseltem a konyhában, meg segítettem anyunknak, hogy elleskeltem tőle dolgokat, de a legjobb emlékeim az mindig a bolonyaik voltak, mert amikor csinálta a bolonyait, akkor ugye sült mellette, vagy készült, felöntött egy csomó vízzel, hogy jól lefőjön, jó puha legyen benne a hús, és én meg járkáltam oda, és itt fél kiló kenyeret megettem, úgyhogy így mártogattam ki belőle, és anyám meg üvöltött velem, hogy zattara meg, majd odaülök! És sosem kellett odaülni, mert mindig négyszer annyit csinált, mint amennyien vagyunk, de ez egy ilyen jó emlék. Na, eleget eztel, kiskutya. Júcsi rendet rakott a konyhában, érted? Az összes fiókban meg szekrényben, és megtalálom a dolgokat. Ami azért elég fasza. Ez a hús, ez tegnap lejárt. Tegnap lejárt húsnál még nincs baj, ugye? Szagával semmi baj.
Nagymamám főztje volt a legjobb? Nagymamám két dolgot csinált kurva jól, az egyik a húslevese, ami valami elbaszott jó volt, a másik pedig a meggyes pitéje, ami iszonyatosan hiányzik, Isten nyugasztalja szegény. A hús nem tudja mikor jár le, szerinted ehető, szerintem is. Jó van, jó leszel már. Ez valójában ennyit tud, hagyni kell most lecsöpögni, kihűlni egy kicsit, és aztán kinyomkodom belőle a szart is. Az összes nedvességet, és akkor leszünk faszán, hogyha ez megtörtént. De addig is! Kezdjük el pömpögtetni ezt a dolgot, különben nem lesz belőle énekes halott. Gyere gyermek! Eldobom ma szerintetek? Ha? Ez az új vok! Seksimű. Alacsony lángon nem akarjuk odaégetni a hagymát. Szerintem ez a recept egyébként ez egy ilyen nagyon common dolog. Az egyetlen dolog, amit talán én máshogy csinálok, mint amit a legtöbb ember a bolognaival csinál, hogy én rakok bele Worcester sauce-t. Annyira különleges íze van, és én nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ez csak nincs frame-el dobva. Nem hiszem. Ja, igen, tehát, hogy aki az első mondatával valami olyat ír, aminek igazából nincsen itt helye, annak nem kell türelmi időt adni. Tehát, hogy az egészen nyugodtan ki lehet bannolni, úgyhogy még mixerre se tudjon belépni. Na, minden szép és minden jó. Igen, ugye most vannak internet problémák, úgy általánosságban sajnos, mert mindenki egy kicsit visszafogta az internet használatot, és ezek között van a Twitch is. Úgyhogy nekem is kikifagyogat, pedig az életem elméletileg rendben van, de hogy streamet egyre nehezebben tudok nézni. Na! Ebből lehet baj. Jó, minden fasza. Az oregano a legfontosabb. Én általában só, bors, oregano, rozmarin és kakukkfű. Ezeket szoktam belerakni, több kakukkfűvet, mint rozmarinot. Ennyi az én receptem. Nem tudok, nem teáskanára sem tudom megmondani, hogy mit csinálok. Én ez a főző vagyok, és ezzel nem olyan... Nem olyan egyszerű recepteket írni! Úgyhogy valószínűleg nem is feltétlenül ezért nézitek ezt a dolgot, én azt hiszem. Ja. Anyika! Szevasz! Mizus! Gyere ide! Köszönjél szépen! Sziasztok! A kajaszakra jöttem! Mit fogunk enni? Azt? Meg azt? Ha? Ezt tetszik? Nem rossz, mi? Te gyönyörűség, de... Menj anyához! Tűnés anyához! De mi Mr. anyához, jó?
semmi nem mondja úgy, hogy egyél meg, mint amikor hagymát és fokhagymát lepirítasz. A Eli nem kapott fel egy cseppet? Nem. Eli most fogyott. Eli most nagyon jól néz ki. Versenysúlyában van, gyerekek. Teljes egészében. Elég ér oda hagyma! Ezt találtam ki, hogy ezzel fogom kinyomkodni belőle a lét. És ez ennyit tud, ilyen kis cucc lesz belőle. Vagy tényleg olyan, mint a darátfús. Ebben is rakunk egy kis olívaolajat. Annyi van, hogy ezt erősebben kell fűszerezni, mert ennek aztán kurva semmi íze nincsen. Úgyhogy egy kicsit erősebben fűszerezzük, és jó idő. Ennek két iskolája van. Van az az iskola, aki, három iskolája, bocsánat. Egy, aki egyáltalán nem használ semmilyen konzerves dolgot, hanem paradicsomot, friss paradicsomot rak bele, és akkor a levéből csinálja meg ezt az egészet. Az a best case scenario. Na, ennyi paradicsom nincs. A másik iskolája az, hogy belekúrja ezt, és majd lesz valami. Ez vagyok most én. De, hogyha ezeket külön egy kicsit lefőzöd, felöntöd egy kis vízzel és visszafőzöd, akkor nem lesz ez a nagyon jellegzetes konzervíze a cuccnak. Ráadásik a fakanál. Minek nekem ellenség, ha itt vagytok ti? Tegye fel a kezét, aki csak azért van itt, hogy tudja, hogy milyen tragédia fog történni a mai streamben. Ennyi. Köröm, az bezzeg megy! Oh yeah! Na, most viszont már kettő kell, mert nem nyúlhatok a vegánhoz a másikkal. Ez nem is vegán, csak vegetáriánus egyébként. Én vagyok egyedül, aki főzni tanulni jött. Zon, nem itt fogsz meg tanulni főzni? Ne haragudj! Én azért vagyok itt, valami kaja lesz. Gyertek! Főzök nektek! Egyszer esküszöm, hogy csinálni fogunk valami ilyesmit. Hogy... És valami azt mondtam, hogy majd a Városligetben kérünk engedélyt, és akkor lehet majd így összejönni, és kiviszek oda egy grillt, és akkor együtt sütünk, főzünk valamit, és hogy ez mekkora kibaszott jó cucc lenne, de nagy valószínűséggel, hogyha még egy hétig történnek így a dolgok, amilyen ütemben mondjuk ma délután történt, vagy meg tegnap éjszaka történt, akkor nem lesz város, ugye?
lepirítottuk a fokhagymát és a hagymát, azaz, hogy megdínszteltük. Ahogy egy kicsit üveges lesz, megfogod a húst és azt mondod neki, hogy bláh! Leszeded róla a papírt, mert a papír az nem ehető. Na, nőgyász vagy! És most már csak ezt szétnyomkodjuk, és addig főzzük, vagy addig sütjük, amíg el nem veszti a színét. Ha elvesztette a színét, akkor pedig felöntjük a paradicsom szósszal, fűszerezzük, mint egy gép, és már jók is vagyunk. Csak szét kell nyomkodni. Mindenhol szarapszik az internet, gyerekek, ne ijedjetek meg, ez nem a ti készüléketekben van a hiba nagy valószínűséggel. Mert ezt én nagyon jól tudja. Ez biztos, hogy marha. Lacs. Ja. Bolondi van az a baj, hogy annyi sajtot raksz le. Na, nálam ez nem okoz problémát, az a helyzet. A bolonyaiban azt szeretem, hogy meg lehet ugye enni tésztaként, meg lehet enni pizzán, vagy szendvicsben, és én az ilyen dolgokat nagyon szeretem. Nyilván mindent, amit bele lehet rakni egy szendvicsbe, azt én nagyon szeretem. Bolognai pizza négyféle sajttal. Lehet, hogy nem szar egyáltalán.
mert egy kicsit lassan van. Tudjátok, mit nem néztek? Hogy van itthon tészta. Nem sok, de van. Mesélj! Kamerában van. Kamerában van? Jó. Na, ennyi elég. Írják sokan. Szendvicskenyér, bonyolanyai, chips, rántott hús, mazdalmás vagy családtak, hígyóuborka és egy kis hagyma. Rakon is, te tudsz élni. Legyen akkor már házi tészta? Nem tudok házi tésztát csinálni, gyerekek. Nem gyakorlítek föl teljesen? Sűrített paradicsom pipa. Lefinított házi tészta az igazi? Nem tudok házi tésztát csinálni sajnos. De jó lenne megtanulni. Júcsi tegnap sütött kenyeret, meg sütött kalácsot, azelőtt sütött egy másik kenyeret, pizza tésztát is tud, tehát hogy ő ebből a szempontból sokkal előrébb tart, mint én ebben a konyha technológiai dologban. Na, paradicsom szósz. Paradicsom szósz. Vagyis, hogy hát értitek. Fel kell önteni egy kis vízzel, hogy legyen ideje puhulni a húsinak, a húsnak. Rákeverünk egy kicsit. Ja, és most kicsi rozmarin,
egy kicsi kakukkfű, végtelen oregano, és a Monster, illetve piros paprika, amiből van egy nagyon finomam, csak hol? Megvan! Szia Csaszit! Szia Vik! Szia Minszt! Hogy nekem mennyivel élvezetesebb a kamera előtt főzni, mint úgy általánosságban? Más. A zene hiányzik egyébként, meg tehát, hogy most a karantén miatt tök sokat főzünk Jócsival. De hogy egyébként ilyen este már nem szoktunk azért annyira nekiállni. Úgyhogy nem tudom, nem sokkal más. Nyilván más érzés, hogy veletek beszélgetek közben, és nem mit tudom én, a headseten telefonálok anyámmal, vagy a család valamelyik tagjával. Ja, hogy ebből a szempontból nyilván más, de hogy nem jobb vagy rosszabb. Valamiből beleültem? Simán lehet, mert legutoljára a kertet ástam ebben. Adtam a szószba. Júlcsi, van valami a seggemen? Azt hazudják, hogy van. Igen, nagyon jó a seggem is. Ja, hogy szopadtok? Ez esetben... Ez esetben hadd revidiáljam az álláspontomat a mások veletek főzni kérdéssel kapcsolatban. Más. Amikor itthon főzök, nem baszogat senki. Uh-huh. Honlokom is látsz valamit? Egy Bonhamert láthatsz a honlokomon. Szerzek fedőket, addig kusoljatok. És gondolkodjatok el azon, hogy mit csináltok. Büdös kölykök. Jaj. Vendő utolsó népség.
azok vagytok, kárőrvendő utolsó népség vagytok. Ez. Ez az igazság. Jó, hozok egy nagyobb lábost. Én is ezt kérdezem, hogy miért vagytok kárőrvendők? Van lesz ebből, nyuszi? Én mondom, van lesz ebből. Gondoltok rám ma is. Hát, én meg tudom, hogy kinek nem fogok ma HS streamelni Discordon. Sajnos nem csirkés a recept, de megoldjuk. Nagyon szépen köszönöm, Vika csírt. Nagyon király vagy. Ma elbúcsúszhattok a Hearthstone streamtől. Bemegyünk szépen a izéval, bemegyünk szépen az én szobába, ahol nem tudtok belépni. Zonnal, Danival, meg majd még válogatok azok közül, akiket nem láttam beszólni. Folyamatosan. Dreammel, így van, Dreammel. Hát Zonnal nyilván. Hogy ne jöhetnél, Memoru? Hogy ne jöhetnél? Én is! Hát persze, de minden nap streamelünk, és minden nap elmondom, hogy gyertek fel, mert hogy a Discordon vannak ilyen kis privát streamecskeink mostanában, és összejön egy csapat beszélgetni, és ugye a 73%-uk kifejezetten jó fej. Mindig van egy-két destruktív, de a nagy része az top quality, high shelf, fun with geeks néző. Szia, Csaszit! Christ alantanázia. Jó, ezt meg fogom jegyezni, mert mondjuk 25-ször néztem be a nevedet. Pont a privát streamek, amik egész közel vittek, hogy visszarakjam a HS-t én a gépre telóra, de még kitartok, kibírom, hogy még csak nézem. Xingon, tarts is ki, haver, tarts is ki. Figyelj, szólok, ha valami változás van. De most játszottam egy kicsit délután, még mielőtt elmentem boltba, és visszamentem 5200-ra. Úgyhogy ugyanott voltunk, ahol reggel vagy tegnap este elkezdtük. De majd innen is jó lesz visszaesni. Nekem a pamper kell a lelkemnek, gyerekek. Nem kell a versenyi hozzáállás. Jön a hype vonat? Mi történt? Hype, de mitől? Mi történt? Lemaradtál dolgokról? Megyek, megnézem.
főzés közben még sose volt hájkonat. Vince, köszönöm szépen a csirt, és neked is, Vic. Meg Pepe, neked is nagyon szépen köszönöm. Odaéget, ne hülyéskedj már. Mackóka, köszi neked is a csirt, hát ha hájkonat, akkor hájkonat, amúgy Dave tudod, hogy szeretünk, és ez kihagyhatatlan volt. Hát, Dani, neked is köszönöm szépen a csirt. Ez csak akkor rag le, ha valamiből soha többet nem akarod kiszedni a paradicsom szószt. Össze-vissza baszom a konyhát ezzel minden alkalommal. Első szint teljesítve, Pepe, nagyon szépen köszönöm az ajándék szabot Balázsnak! Pepének ez a nyolcadik előfizetés ajándékozása. Mekkora király vagy! Hype level up! Lejponat level 2. Ráérünk gyerekek, úgyhogy ez még, nem tudom, 20 perc. Jézus, jövőbe is? Lenne ötletem, kinek adhatná a 9. szabját. Hát az baj, hogy 13 plusz. Addig főzök egy kávét, hogy innék egy kávét. Neptun, nagyon szépen köszönöm. Ne álljunk meg itt akkor, guys. Nagyon köszönöm a csírt. Azon alakozom, hogy mire fogok tálalni Jócsinak. Mert hogy ez egyébként ilyen mélytányéros dolog, de én úgy utálok mélytányérba tálalni, meg nem is annyira jók a mélytányéraim. Kovi! Nagyon durva vagy! Dream Killers! Hát ki más? Dream! Gratulálok, és neked pedig nagyon szépen köszönöm, Kovi Lil. Nagyon-nagyon király vagy. Utálok mélytányérba spagettit tenni. Én is. Utálok mélytányérba tálalni, és utálok kanállal lenni. Nem szeretek semmit kanállal lenni. A spagettit is villával. És ezek használom a kanállal, tudod, hogy olaszosan felpölgessem. Rottya annyi, de se egy komolyan. Lemaradtam valamiről? Levi! Nagyon szépen köszönöm. Subgift egy időre elfogyott, de csirke még van. Nagyon köszönöm, Levi. Te így is elképesztő durva vagy. Tényleg nevetséges. Zaka, neked is nagyon szépen köszönöm a csirt. Don't stop me now! Odaig mi nem jutottunk el, hogy azt énekeljem. Ez a csír mire való? Nem tudom. Te vagy már... Levi! Oké, vagy, köszönöm! Amolyan donét. Igen, ez a Twitch-nek a beépített ilyen donation rendszere. Nem tudom, minek töröm le minden egyes alkalommal, amikor a következő alkalommal, amikor rákeverek, akkor így... Jó hétvágyat! Tabos Laja, köszönjük szépen, még nem eszünk. Nagyon köszi a csírt, Pepe. Nagy kis szemet bedobok én is a vonatban, nagyon zsír vagy, köszönöm. És Screaming Cam, csúcsú, 150 bittel, nagyon szépen köszönöm neked is. Elzártam, bazd meg. El kell, hogy párologjon róla a fostalig a szar. És onnantól kezdve jók vagyunk. Frissen könnyebb letörölni, ez mondjuk igaz? Összebasztam a függönyt.
Bokri, nagyon szépen köszönöm az ajándék előfizetést, ez az első ajándék előfizetés ajándékolás a csatornán, és Jani the Ripper, nagyon-nagyon király vagy, mindenki hype-ot neki, megérdemli. Arra gondolkozom, hogy ha ezt felrakom, akkor leborul-e valami. De majdnem teljesen biztos, úgyhogy nem rakom fel. Megvan a level 3, báz! Király vagy, nagyon király vagy, nagyon köszönöm. Nem kéne ennyit emelgetnem, mert attól fog elpárologni. Krisz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon király vagy. Üdv a családban. Használj egészséggel az emotjainkat. És gyere a főzős streamekre, mert azok mindig viccesek. A függöny nem tűzveszélyes. Az az, hogy tűzveszélyes nyilván csak nincsen olyan közel a tűzhöz, hanem csak így ráfröccsön a paradicsom szósz időről időre. Ez nem én voltam! Csak a teteje, jó? Csak a teteje. Az nem számít. Nem! Hagyjátok békén! Nem! Ez nem a vok. Nem vokus emót. Ez való. Ez a helyzet. Ha már tűz és baleset védelemről van szó, ne aggódjatok semmi miatt. Eli, semmi olyan nem esett le, amit megehetnél, ne haragudj. Mi az, hogy Dávid ügyes? Mi az, hogy Dávid ügyes? Hozzá nem értem. Én bevállalom, ha az én hibám volt. Igen, az első vok az én hibám volt, mert lecsúszott és nem néztem meg. Igen, a tűzforró serpenyőhöz való hozzányúlás az én hibám volt. Tökre adom. De ehhez mi közöm volt, gyerekek? De most Perhot robbant fel a frissen festett konyhában. Ne bántsátok Dávid! Te tetted rá. Rosszul tetted rá, egyenlő te hibád. Megéri nektek streamelni? Azon gondolkozom, hogy átmegyek mixerre valami más néven, hogy sose találjatok meg. Jócsi dolgozik, nem látja. Abban a pillanatban ment át a macska a laptopon, lehet, hogy miatta esett le. Ugye, Dina? Én is azt mondom, hogy semmi közöm nem volt hozzám. És ott állok az ágyatokat, és nézem, hogy alszom. Az lesz, hogy Fun with Greeks. Sose találjátok meg. Annyira szeretem ezeket az új konyharuhákat, meg azt meg aztán főleg, hogy van ez a kötény, és a kötényben ugye mindent megtalálok, mert hogy ide rakom, arra, minden itt van. Azt kérem még, hogy ilyen... FVG zene megy? Melyik? A Zé, a Nationals? Gyorsan lát a démon. Hát a Lazy Day. Friend.
just keep trying and I'll just keep saying I know about that. Az a helyzet, hogy Gyurcsi készen van. Oh yeah! Gyurcsi abszolút készen van. Úgyhogy ez az, amit tálalni fogunk, mert annak még azért fortyognia kell. Kicsit lejjebb rakom. Meg az amúgy is szexibb lesz, mert azon lehet csajt. Arra lehet rakni a csajt. Ez nem hús. Ez bizony nem hús. Oh, Worcester sauce, gyerekek. Ha nem tudjátok, hogy milyen a Worcester sauce, akkor próbáljátok megvenni és próbáljátok ki. Egy dolgot javaslok. Teavaj, Worcester sauce, sajt, mustár. Ez, vagy inkább nem is, hagyjátok a vajat. Mustár az aljára, sajt és Worcester sauce. Azon gondolkozom, hogy mi a faszomra tálaljak. Üzlistában? Azt mondom? Nekem ez tetszik. Ez tetszik. Kis bambusz. Április elsői tréfasztrip? Nem. Az az, hogy hát itt tréfálkoznak rajtam, de az nem egy ilyen április elsői exkluzív dolog, hanem az folyamatosan pörög. Veled tréfálkozunk, nem rajtad. Nem úgy tűnt. Úgy nézett ki, mintha április elsői tréfák, hogy is mondjam, céltáblája lennék itt az interneten. Na, rosszul esik. Na, most még jobban örülök az öreg hangomnak. Na, ez sok mindent mondtak már a hangomról. A legtöbb igaz is volt. De azt, hogy öreg, na azt még nem. Julián, neked tálalhatok, éhes vagy? Time to waste, his future just slips away.
Csernobili hagymát venni. Valami kis díszítés kell rá, és a hagyma, a főleg a vége, amikor annyira jó íze van. Létrázni tervezek, de úgy sincs nap BG nélkül. Ez valóban így van. Tényleg betegesen rá vagyok gyógyulva a Betalgramsra. És ezzel csinálni kell valamit, mert állnak, sorakoznak, sorakoznak gyerekek a játékok. Sajt helyett is tőhagyma, nem? Jó csinak, nyilván lesz rajta azért. Jó csinak, nyilván lesz rajta minden, ami kell. Most itt nem lehet hagyni, a sajt nélkül hagyni, ezt is tudjátok. Mert csak a sajt lesz előtte, mert talán is minden rendben lesz. Itt kéne, hogy legyen. Julia? Sajt lesz elő! Laktózérzékeny vagy, de sajta nincsen bajod? Ez furcsa. Az furcsa. Ő is mindjárt for. És a sajtesztelés régi barátok vagyunk. Én nagyon gyűlölöm. Pfú, nem szeretem. Kifejezetten idegesítő. Fogom ezt találni. Tegnap használtuk, nem? Megvan! Megvan! Krumplivép a sölérlesztő cucc? Rá fogom venni Jócsit, hogy csináljon nekem fánkot. Megérkezett az ilyen fánk keverék. És nagyon akarok fánkot venni. Jó van, Fruzsi, nem találok meg mindig mindent, de igyekszem majdnem mindent megtalálni. Mindjárt forr. Ezer éve nem ettél fánkot? Nekem a fánk a gyengém. Tehát ugye a fánkban általában van vaj, illetve némelyikben van tej. És ezek a dolgok engem bántanak valójában. De akármilyen elmegyünk egy Aldiba, vagy elmegyünk egy Tescóba, nem tudom megállni, hogy az Aldiban azokat a mini fánkokat, hogy abból egy 5-6 darabot el ne fogyasszak, illetve a Tescóban a rózsaszín tetejű undormányfánk, az az, amivel hát engem kilóra meg lehet venni. De hogy kilóra. Legjobb cucc. Legjobb cucc ever EU. Ilyen műanyag dobozban van általában, igen. De az most már több helyen is árulják, majdnem, hogy ugyanaz. Sótlan. De ennyi. Egyébként jó.
túl nagy elemmel csinálom ezt. Most már minden paradicsom szószos, ami a konyha közelében van. Fun with chill with geeks. Igen. Én most a Lidl-ben egy citromos fánkra fügtem rá. Citromos? Ez lehet, hogy nem rossz. Nem vagyok nagyon rajta az ilyen citrusos cuccokon, de most már egyre több olyat eszem. És lehet, hogy ez is olyan, ami változik. Úgy hiányzik a sajt. Nagyon jó dolog a sajt. Nem tudom, hogy sajtról vagy a húsról tudnék, tudtam nehezebben levonni. Voltam vegetáriánus egy 8-9 évig, és akkor sajtot ettem sajttal. És aztán, amikor elindult ez a sajtozós, vagy ez a tejfehérje dolog, akkor utána volt egy 3 hónap, amikor se tejterméket nem ettem, se húst. És aztán szép óvatosan visszatettem a lábamat. Szép óvatosan visszatettem a lábamat a húsevésbe egy Big Mac-kel, ami... Nyam-nyam. Lehet, hogy azért lettem érzékeny a tejfehérjére? Fasz tudja. Nem tudom. Tessék? Ja, nem tudom. Elméletileg ez egy enzim, ami lebontja benned a tejtermékeket, vagy a tejfehérjét, és egy idő után ez az enzim nem termelődik. És nem tudom, mert a családban meg nincs ilyen, a családban édesapám is 75, édesanyám is 70, lesz nem sokára, és mindegyik nagy tejfogyasztó, meg a testvérem is nagy tejfogyasztók, és senkinek semmi baja nincsen. Úgyhogy simán lehet, nem tudom, fogalmam sincsen. Ez az emésztés, ez egy furcsa dolog. Nem értek hozzá sem ennyit. 32 éves korodra? Én 30 voltam, baba? 30 körül. Fű, hogy összekúrtam a konyhát. Fokkal jobb, mint a fehérje. Ez nem szétében, mert mint az enzimes hátterű, a fehérjés immunológiai eredete, úgy tudom. Én megmondom őszintén, nem tudom, én úgy tudtam, hogy van egy enzim, ami lebontja ezt a szervezetben, és az egy idő után nem termelődik, mert hogy így az ember nincsen feltétlenül, mint hogy a evolúciósan nincsen felkészítve arra az ember, hogy tejet igyon, hogy megigye valakinek a tejét. Mondjuk az, amit most itt tejformában árulnak, az szerintem sok bocit nem látott. A szénhidrát szerintem nem ilyen, de figyelj, nem értek hozzá, úgyhogy bármi lehet. Tehát víz! Nincs kedved felforni? Jól állunk a bolonyai ragúval, az egyik már készen van, a másik meg mindjárt készen van. Kicsit túl sok paradicsomot raktam rá, úgyhogy hogy ilyen paradicsom... Hogy hívják ezt? Paradicsom levet igazából. Mert van benne ilyen kis aprított paradicsom, meg van benne paradicsom lé-szerűség. Hát nagyjából a kocsi bolcsiben, igen. Nem pőhaj, nem pőhez, nem pőhez. Hogy van, hogyha nézed, akkor sem akkor nem for fel soha? Trollkodik a víz. Laktázenzim, igen. A táplálék kiegészítőként lehet venni. Lehet venni, csak az a baj, hogy nekem nem a laktóz a probléma, hanem a tejfehérje. És az ellen nem véd. A
ragút simán eszedad magában, én is sokkal jobban szeretem simán magában, mint tésztával. Csak ha már úgy voltunk, meg ez a április bolonyai, ez ott van, stimmel. Nekem segít, nem eszem annyit. Nem vagyok nagyon rajta. Ja, azt mondom, hogy inkább leállok és próbálok. Tehát, hogyha van valamilyen, bármilyen testi probléma, ami nagy valószínűséggel visszavezethető a táplálkozásomra, akkor megpróbálok inkább a táplálkozásomon javítani, mint beszedni valamit, amitől majd jobb lesz. Ez egészen addig fog fennállni, ameddig nem érjük el a szingularitást, és akkor átköltöztetem a lelkemet egy robotba. Picit forjál el, fiú, aztán rendben leszem. Trimmel. Na, hamarosan rendben leszünk, ha minden jól megy. Meséljétek el, hogy szerintetek mi legyen a következő, mit főzzünk jövő héten. Koleszterin miatt kell, hogy vegánok, vegák legyenek? Azt mondjuk adom egyébként, a koleszterinnel segít, hogyha nem eszel vörös húst legalább. A vörös húst elkerülni meg azért annyira nem bonyi. Tócsi? Körit tudok csinálni. Nincs itt hozzá semmi, de tudok körit csinálni. Jó, de a csilis bab az ez és bab. Úgyhogy, meg csili. Úgyhogy szerintem csináljunk valami izgalmasabban. Meggyes lepény mustárra. Jó hangzik. Enchilada. Enchiladát csináltok enchiladát. Rámen, azt nem tudok. Paella, derék csináltam. Ilyen seafood paellát, az nagyon jó. Ennek a felét tegyük meg, és könnyebb lesz a csilisbab. Ez teljesen jó volt. Bármilyen risotto. Fú, Spim, megmondom őszintén, hogy én nagyon nem szeretem a risottót. A rizses ételekből nagyon keveset. A paellát például nagyon, de csak ennyi. Vagy a paella és a risotto között igazából. A paellához kell egy ilyen különleges, nagy, ilyen serpenyőszerűség, de nem serpenyő igazából, hanem nem is tudom. Egy ilyen nagyon különleges dolog, amiben így lehet forgatni mindent, kibaszott jó. És nagyon mókás benne főzni, mert ugye a paellát azt összekevered ebben a serpenyőben, föl, ráraksz a tetejére mindenfélét, és még bekúrod a sütőbe mindennel együtt, és egy ilyen skillet nevű dolgon így tálalod, és akkor mindenki ehet belőle az asztalnál. Úgyhogy az egy parádés étel, csak feltételezi azt, hogy vannak olyan dolgaid, amik mondjuk nekem sajnos nincsenek. Na! Besózzuk a rizst, rakunk bele egy kicsi olajat. Erre igazából csak azért van szükség, hogy ne tapadjon össze a tészta, de ha rám hallgattok, akkor miután kivettétek a tésztát és leszűrtétek a tésztát, raktok még rá egy kis olajat, és úgy összekeveritek. Illetve sose főzzétek túl a tésztát, mert annál szarabb nincsen, mint a túlfőzött tészta. Porszonalból azért hoztam direkt sáfrányt, hogy egyszer csináljak paellát, de még nem sikerült. Én dolgoztam egy spanyol, hát tudod, ilyen chain spanyol étteremben, ahol a low budget mását csináltuk spanyol ételeknek, a paellát kivéve. Az kurva jó volt. De hogy főleg ilyen tapaszos hely volt, és az ingredientek azok faszák voltak, tehát ilyen nagyon jó spanyol sonkákkal dolgoztunk együtt, vagy mi van? Kiröhögött a feleségem. Szóval nagyon jó sonkák voltak, iszonyatosan jó sajtok. A manchego nevű sajt az a top kategóriás. Ha van lehetőségetek, próbáljátok ki. Én nem tudom, hogy mennyi mínusz termeltem annak a cégnek azzal, hogy minden reggel manchegót reggeliztem fél kilót.
Jelentem, ez már egészen rendben van. Azért kell olaj a vízbe, hogy ne tapadjon össze a tészta. Ennyi a titok. De ettől függetlenül még összefog egy kicsit tapadni, úgyhogy ha leszűrted, ha azonnal tálaszt, akkor nem kell hideg vízzel feltétlenül leveretni, de utána, hogyha raksz rá egy kicsi olajat, akkor nem fog összetapadni, de ne nagyon sokat, mert az egész fos lesz tőle. Neked úgyis összeszokott. Előfordul. Nem szabad túlfőzni. Eskü annyira ki tud kapcsolni, hogy ilyen főzős stream, hogy az valami hihetetlen. Hát Blitzenek nagyon örülök. Ennek nagyon örülök. Ez az egész erről szól. Kicsit felejtsük el a gondjainkat. Most éppen egyébként nem is rage-elek azon, hogy mi történik a világban. Pedig megmondom őszintén, hogy az agyamnak egy olyan 25-30%-a most azt számolgatja, hogy milyen lehetséges variációi vannak a jelenleg kialakult helyzetnek. De ezt hagyjuk is. Frissen tört bors nagyon jót tesz a tésztának, Péter. Jó. Al dente a tészta, igen. Ennyiben kimerül a főzés, ott nincsen. Igen. De nem sütjük át, nem főzzük át teljesen. Maszkot készítesz, javítasz? Minden rendben a világban. Majdnem. Gyerjük. Bementem megcsókolni a feleségemet a szobájába, és rám nézett, és azt kérdezte, hol a vacsorám? Hmm. 2025 kókő 10 miután egy vírusban kipusztult az emberiség 90%-a, Dave bemutatja, hogyan kell az utcán összefogdosott állatokból és összeszedett növényekből élelmet készíteni. Ez nagyon jól hangzik. Haj tutoriál, videó vagy stream. Én ezt most meg tudom neked csinálni. Megnőtt, és összekötöttem. Szívesen. Mohával hintett galambcomb receptet kérnék. Na ezt kerestük. Ez az, amit kerestünk. Ez.
Nem annyira híg már, de azért van szaftja. Ez. Ez nem növényi sajt. A növényi sajtunk van, és azt fogom majd a sajátomra rakni. De én megmondom őszintén, hogy nekem nincsen kedvem tésztát enni. Úgyhogy úgy, magamnak egy szendvicset fogok csinálni belőle. Nem tudsz linkelni sajnos, nem tudsz linkelni. Pedig már megpróbáltam megoldani egy csomószor, de valahogy nem engedi. A YouTube-ot viszont megcsinálom. Ezen valahogy. Kaptam egy e-mailt, hogy minden kredit el lesz ismerve a koronavírus miatt. Annyira boldog voltam, apom világosít fel, hogy minden nap, hogy milyen nap is van. Nagyon sajnálom, az megvan, hogy reggel a reggeli kávé alatt én belebuciztam egy pontosan ugyanilyenbe. De hogy így. Gondolkodás nélkül. Fogalmam nem volt, hogy milyen nap van reggel, az első dolog, ne haragudj, Dani! Bocsánat, ne haragudj, ne töröljétek, nem kell törölni. Nagyon sajnálom. Reggel az első dolgom volt. Megláttam azt, hogy a reggeli kávéval tekergetve, hogy God of War 2, God of War Part 2. És olyan izén volt, hogy olyan kicsit Sony-snak is tűnt a tweet, meg Sony Santa Monica is fishing, és úgy nem olvastam tovább, és mondom, ne, ma fogják bejelenteni a God of War 2-t, és mutatnak is benne van belőle valami. Na meg aztán a büdös lófasz, nyilvánvalóan, de én benyeltem. Annyira nem értek hozzá, hogy idő alapján megmondjam. Úgyhogy kiveszünk egyet, és szétvágunk egyet. Megnézzük, hogy fehér-e belül. Aha! Kimentetted a hajtutoriált? Nagyon jó. Crisis Remastered. Hát az a, csak az a különbség, hogy ezt leszarom. De, ja. Fú, God of War, gyerekek. Annyira akarok God of War-ozni. Ja, hülye vagyok. Gyurcsikét még megrottyantjuk egy kicsit, mert kicsit több időbe telt ez, mint gondoltam, hogy fog. De ez a tészta, ez így bizony parádé. Gyurcsira még rárottyantunk, mármint az ételére, és aztán faszák is vagyunk. Eli nagyon figyel. Eli, éhes vagy? Éhes vagy? Nagyon messze van még a vacsora, de meg fogod kóstolni. Imádom a stream címét, na Wikid, akkor neked itt a helyed. Itt a helyed, mert a többiek meg itt sírnak miatta. Hadd kóstolom meg, mit főztem magamnak. Ha! Na, jó. Parádé.
tudom erre tálalni? Mit gondoltam? Látszik? Na. Látszik? Látszik. Kis elbaszás. Természetesen. Hey, itt az! Julia! Készen van az vacsorád? Gyere, ülj a hofóádőr! Benne kell lenned a kamerában. Nem lehet. Baba, szerinted szarabbul nézel ki, mint én jobban? Ide kell jönni, érte? Ki fog ülni? Júcsi mindig gyönyörű, így van. Nagyon kedves te lesz. Jól van, jó étvágyat. Te nem azt jelent? Na, hát eszem, csak én szendvicset, én nem akarok ilyet. Te nem azt jelent? Tessék? Eszem veled, eszem veled, parancsolj. Ja, de én még lelövöm a streamet, meg elpakolok, úgyhogy kezdjél el enni, léci. Jó, mindjárt megyek én is. Ez van. Sajnálom, de nincsen kisminkelve, meg össze-vissza áll a haja, és neki nem mindegy. Neki nem én vagyok, hogy lövök a besehúzott poszakommal. Akkor most meg csinálok vajas kenyeret, Dani. Na, szóval én így csinálom ezt az ételt, ezt tudjátok levonni tanulságjelen. Finom? Igen. Finom. Jó. Ennyit kell tudni a drága eszről. Drágáim, át fogunk menni, berédelünk valakit, mint egy gépsas. Fogalmam nincsen, hogy kicsodát, de majd odaülök és keresek valakit. Emellett pedig ma este már nem valószínű, hogy találkozunk, de holnap viszont biztos, holnap reggel ugyanis 9:30-tól Pod of the fucking morning beszélgetős műsor, úgyhogy gyertek, hogyha van kedvetek. Én most el fogok búcsúzni, de ehhez ki kell mennem a kamerából, és ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ti gondoljátok, és le fogom lőni a streamet, és átmegyünk egy másik csatornára. Sziasztok!
try to sit down.